Néhány perccel ezelőtt ért véget a Magyar Kupa aktuális fordulójának utolsó mérkőzése, a Honvéd Paks mérkőzés. Hát gyerekek, nem tudom, láttátok-e a Pierre Richard filmjét, a Balfácánt, aminek volt egy jelenete, amikor egy székekkel teli terembe vezették a Pierre Richard, és az egyetlen lefűrőszélt lábú székre ült rá. Hát körülbelül így tekintek most a Honvédra, és távol tőlem, hogy, hogy gúnyolódjak rajtuk, mert ahogy még a speakert is hallottátok, ő is, hát úgy mondhatni szánakozással beszélt a Honvédról, ami pár évvel ezelőtt még bajnoki címet és kupát is tudott nyerni. Hát kifejtem. Ezelőtt a videó előtt is elmondom a szolgálati közleményt, hogy akinek tetszenek a videóink, az kérem iratkozzon fel a csatornánkra, lájkolja és ossza meg a tartalmainkat, valamint ha kedve és lehetősége van, akkor még meg is támogathat bennünket a leírásban szerepelő bankszámlaszámon, vagy a szuper köszönet segítségével. És ami a legfontosabb, kommenteljetek. Mert ezzel nagyon nagyon segítetek, hogy az algoritmus egy kicsit előrébb sorolja a videóinkat, és talán több emberhez tudunk eljutni ez baromi segítség lenne. Minden eddigi és minden ezutáni segítséget is nagyon megköszönünk. Rendszeresen tartom a kapcsolatot kispes szurkolókkal. Biztos vagyok benne, hogy már a Facebook fiókomban ott van a következő üzenet. Hát megmondom őszintén, az első félidőt látva 30 perc alatt 4 volt kapni úgy, hogy én nem is tudom, úgy szlalomoztak a Paks játékosai, a Kispest játékosai között, a 16-oson belül, mint annak idején a boldog emlékű már Stenmark, amikor megnyerte az aktuális lesikló számot a kapuk között. Borzasztó volt nézni. Egyszerűen tanástalanok voltak ezek a fiatal játékosok, úgyhogy még a fél időben kapust is kellett cserélni, és aztán kiket tudott behozni? Szerencsétlen Lackó Pahujevicset, akit úgy küldtek el az Újpestől, mert ott is egy rakás szerencsétlenség volt. Hát nem tudom, hova milyen mélységekbe juthat még el Bozsik és Puskás nevelőklubja. Egyszerűen fradistaként tényleg az már a legkevesebb, hogy az ember szánalommal gondol rájuk, biztos megsértődnek, ha ezt mondom, de ezt a vergődést már nem tudom, meddig lehet bírni. Meg kell, hogy mondjam, a, a kispes szurkolói a lehető legkeményebben alázták meg a játékosaikat azzal, hogy olléztak, amikor ötegnél nél esetleg egy jó pár paszt megengedett nekik a, a paks, hogy játszanak. Úgy látszik a nemezisünk BG lesz a, a kivégző ember néhány csapatnál, ahol egy mészárlást rendez a paks, ott hát ott előbb vagy utóbb edzőcsere lesz. Félre kell tennem minden ellenszenvemet, amit a személy ellen érzek, a vezető edző ellen érzek, viszont azt el kell mondani, nagyon kultúrát futballt játszik a Paks, ezt el kell ismerni. És amit talán a legfontosabb itt a Magyar nb ben hogy egy olyan nyugat közegben dolgozik, ami lehetővé teszi ezt a fajta munkát. Sokszor én is azzal nem támadtam, hanem kifogásként éltem, hogy dörzsölt nb es játékosokkal tudja elérni a sikereket, és igen, nagyon sokszor a ami nem ez a, a, a játékvezetői is túlságosan nagy tiszteletet ad, és egy kicsit, mintha a magyar csapat szlogen miért egy, hogy úgy mondjam, tolva lenne a Paks, de ez nem véletlen. Tehát most már el kell mondani, hogy a Paks egy nagyon stabil, jó csapat itt az nb 1 belül. Az egy más kérdés, hogy hova van képutása ennek a projektnek, de jelen pillanatban működik. És ezt el kell ismerni. Még úgy is, hogy a vezetőedzővel szemben, mint mondtam, nagyon komoly ellenérzéseim vannak. De abból a szempontból példát vehetne minden magyar klub a Pakstól, hogyha van egy edzőnek egy elképzelése, már pedig a nemezisnek van elképzelése, akkor, és azt engedik is végigvinni, és nem piszkálják, hanem hagyják, mert voltak azért botladozásai a Paksnak is annak idején. Tehát, hogyha egy olyan közeget teremtenek egy klubon belül, hogy egy edzőnek nem csak három vagy négy meccset adnak, és a, a szakmai stáb, akik ugye az igazolásokat intézik, az ő hibájukat az edzőn próbálják megleverni, és nem ez történik, hanem az edzővel együttműködve igazolják a játékosokat, a koncepciót a tulajdonossal pontosan átbeszélve végre tudják hajtani, akkor, akkor lehet így játszani. Igenis, ez működött a kecskemétnél is, amíg egyszer csak hirtelen tele lett a zseb, és elment az eszük, és elküldték a Szabó Istvánt, akinek tulajdonképpen az egész feljutást köszönhették. Tehát a Paks egy kicsit hasonlít egyébként a magyar válogatotthoz, abból a szempontból, hogy van egy nyugodt alkotói közeg, ahol az edző, akinek van elképzelése, tud dolgozni. És a játékosok természetesen jól vannak összeválogatva, magyar játékosok, akik értik az egyszerű koncepciót, ezek alapján nincsen vita. Azt mondom még egyszer, nagyon nehéz lesz majd kivitelezni, hogy ezt a projektet hosszú távon fenntartsák, mert előbb vagy utóbb elfogynak azok a játékosok, akiket a nemezésünk be tud illeszteni, de jelen pillanatban ugye kárpediem a jelennel kell foglalkozni, és ez nagyon-nagyon működik. Tehát én azt mondom, hogy követendő példa kellene, hogy legyen, akár most a Kispesnél is. És azt mondom, hogy most nem anyázni kellene, hanem türelmet adni. Lackó Zsolt egy komoly projektet rakott le az asztalra, én bízom benne, de akkor, mint mondtam, most mondom ezredszer, hogy egy őszinte kommunikációval lehetne segíteni ezen a helyzeten. Azt nem tudom, hogy milyen kapcsolatuk van a vezetőséggel, de ebbe a helyzetbe nem a juttattak Zsolt juttatta a bestet, hanem azok, akik nem megfelelően igazoltak, nem projektben gondolkodnak, és nem a magyar labdarúgás helyezik az első, elsősorban a szemük elé, hanem valami teljesen mást pontosan ilyen, ilyen, az, amikor azt kell, hogy mondjam, szerencse lovagok kezébe került egy ilyen nagy egyesület. Igen, és az ő körmükre is rá kellene nézni, és felelősséggel kellene átadni egy ilyen klubot, mert ez a, akár mint a Honvéd, vagy akár mint a Debrecen, igenis ugyanolyan nem, nemzeti kincs, mint, mint bármi más. Hát ez a labdarúgás több mint száz éve működik Magyarországon, nagyon komoly tradíciói vannak, nagyon sok embert mozgat meg. És ezek a azt, hogy mondjam, égkövek, mint például a Kispest, aminek nagyon-nagyon sokat köszönhet a magyar labdarúgás. Olyan játékosokat, mint a Puskás, Bozsik, Tihilajos, tényleg sorolhatni nagyon sokat. És a Debrecen is. Azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos láncszemei a magyar kultúrának. És ezt igenis tudomásul kell venni, hogy a magyar labdarúgás nem csak a sport, hanem a magyar kultúra része is hiszen egy közösségnek a gondolkodásmódja jelenítődik meg a pályán, ott, ahol a, a Honvédnak egy saját stílusa van, ott, ahol a Debrecenek egy saját stílusa van, sőt, ezt lehet mondani a kecskemétre is, hiszen felismerhető, mindenki által ismert stílusa van. Be, meg tudjuk fogalmazni, hogy honnan ismerszik meg illetve a kecskeméti labdarúgás, még hogyha nem is tetszik, amit csinálnak, de felismerhető. Annak idején a Honvéd stílusát fel lehetett ismerni, a Debrecenét is fel lehetett ismerni. Tehát ezért gondolom azt, hogy a felelősség nem Lackó Zsoltot terheli. Azokat is terheli, akik lélektelenül lépnek a pályára, olyan idegen légiósok, de most például láttam a kis padon, ott ült a Kamber, vagy, vagy, akár a nézőt éven a Lovric, aki talán lassan 40 éves korára elsírja magát. És aztán sajnos a nézőtéren láttam olyan kispersi legendákat, akint megint azzal voltak elfoglalva, hogy éppen most mi nem tetszik nekik de tenni tulajdonképpen semmit nem tesznek a klubért, csak durognak az irodaház alatt, hogy nem hallatszódik be az ablakba. Tehát azt gondolom, hogy az lenne a megoldás, hogy hagyják engedni, dolgozni Lackó Zsoltot. Ha engednek legalább neki egy szezont végig, és ezt őszintén lekommunikálják a szurkolók felé, akkor van esély arra, hogy egyszer visszakapaszkodik a honvéd. Itt csak úgy tudnának hirtelen megragadni az első osztályban, ha valami egetverő pénz szakadna rájuk, és olyan játékosokat tudnának igazolni, akik meg tudnák oldani ezt a problémát, de én azt hiszem, hogy most a kispest nincs ilyen helyzetben. Tehát nekik elsősorban, és most rosszul is mondtam, mert másodosztályban vannak. Tehát azt gondolom, hogy, hogy a biztos alapokra lehet csak építkezni, és ezt a munkát hagyni kell végigmenni. Mivel lesz jobb, ha most megbíznak egy másik vezetőedzőt, akik aztán egy teljesen más stílusban érkezik, és aztán egy 5-6 mérkőzés után ő is el lesz zavarva. Tehát itt mondom, ez az őszinte kommunikáció teljes hiánya az, ami ide juttatta a Kispestet, és a nem szakmai döntések, a beleszaromság és a felelősség teljes átolása most például a vezetőedzőre. Nem tudom, illetve hát elmondtam, hogy mi lenne a megoldás, de biztos vagyok benne, hogy rövid távon kellene valami, ami, ami megoldja ezeket a problémákat, is talán a szurkolóknak is nagyobb türelmet kellene tanúsítani a csapat iránt, a vezetőedző iránt, mert biztos vagyok benne, hogy ő mindent el fog követni azért, hogy, hogy ez ne így legyen. De ő nem tud igazolni, csak abból tud főzni, ami van. Szerintem még ő sincsen tisztában a kispesnek a valós helyzetével. Ennyi lenne, és tényleg nem, akarok belegázolni a lelkébe a szurkolóknak, és kérem, ne annak vegyék, ne gúnyolódásnak vegyék, mert azt gondolom, hogy a kispest egy nagyon komoly értéke a magyar labdarúgásnak, ami hiányzik az első osztályból, de elsősorban most azt kellene, hogy teljes stabilitás legyen a vezetőedzőnek, legyen egy hátországa, akire tud támaszkodni segítségért. Hát ennyi lenne, és nagyon sajnálom, hogy idáig jutott. A pedig gratulálok, mert ők meg megtették, amit kell, sőt én azt gondolom, hogy még az is megfordult a fejükben, hogy nem alázzák meg teljesen ezt az első félidőben szinte kölyök csapattal felálló honvédot. Jó éjszakát kívánok, és jobb nappalt kívánok, és jobb jövőt kívánok, főleg a kispesnek. Hajrá magyar foci, hajrá magyar szurkolók, sziasztok! Érdekel a véleményetek. Kommenteljetek. Mások véleményére kíváncsiak vagytok? Osszátok meg ezt a videót. Ami ha tetszett, akkor lájkoljátok. És ha esetleg még ezen túl anyagilag is szeretnétek minket támogatni, akkor a szuper köszönettel vagy a leírásban található bankszámla számon direktben is tudtok bennünket támogatni. Köszönjük!